Epiket! Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek! Szia! Én Óvó néni vagyok, és Judit néninek hívnak. Szeretek a gyerekekkel okosító játékokat is játszani. Tarts velem te is! Ehhez a játékhoz egy hasonló táblát kell készítened, mint amit a képen látsz. Minden sorban különböző színű formákat kell elhelyezned. Összesen 5 sort kell készítened. Minden sorban 10 forma legyen. A formákat felragaszthatod színes papírból, vagy ha szeretnéd, akkor meg is rajzolhatod őket. Ha elkészült a játéktábla, akkor kezdődhet is a játék. Mondom a szabályokat. Az első játékos dob a kockával, és azt a sort kell elolvasnia, ahol ugyanannyi pötty van. Az olvasás pedig így történik, ahogy most megmutatom. Tegyük fel, hogy 3-at dobtam a kockámmal. Fölülről a 3. sor elején van a 3 pötty. Az olvasás pedig így néz ki. Szív, négyzet, téglalap, kör, téglalap, téglalap, négyzet, háromszög, kör, négyzet. Ha valaki eltéveszti, akkor zálogot ad. Ez azt jelenti, hogy egy fontos tárgyadat be kell tenni a közösbe. Lehet ez a kedvenc alvóplüssöd, vagy a kedvenc játékod, vagy bármi más. A játék legvégén, amikor már több zálog is összegyűlt, akkor le kell takarni ezeket a tárgyakat. A játékvezető megkérdezi, hogy mit érdemel az, akinek a záloga a kezében van. Úgy fog meg egy tárgyat, hogy azt senki ne láthassa. Ekkor bárki javaslatot tehet, hogy mit kell elvégeznie annak, akinek a záloga ott van. Ha elvégzi a feladatot, akkor visszakapja a tárgyat. Aki 6-os dob a kockával, az bármelyik sort választhatja. Van kedved kipróbálni velem ezt a játékot? Csináljuk úgy, hogy most én dobok helyetted. Az első dobás egy 5-ös. Keresd meg azt a sort, aminek az elején az 5-ös van, és olvasd el, kérlek, a formákat, úgy, ahogy az előbb tőlem hallottad. Ha véletlenül eltévesztetted, akkor kérek egy zálogot. Jöhet a következő dobás? Most 2-t dobtam. Keresd meg azt a sort, aminek az elején 2 pötty van. Mondd végig a formákat balról jobbra. Sikerült hiba nélkül végigmondanod? Ha véletlenül nem, akkor kérek egy zálogot. Jöhet az utolsó dobás? Most egy 6-os dobtam. Bármelyik sort kiválaszthatod, amelyiket szeretnéd. Mondd el, légy szíves, a formákat balról jobbra. Ha sikerült hiba nélkül végigmondanod, akkor nem kérek zálogot. Most játsziból csináljuk úgy, hogy egyet eltévesztettél a 3 közül, és egy zálog itt van nálam. Mit is érdemeljen az, akinek a záloga a kezemben van? Gondolkozom. Megvan, eszembe jutott valami. Menj 4 kézláb a földön, és mondd el 3-szor egymás után, kutya vagyok, csontot rágok, utána visszakapod a zálogot.
Ha tetszett a játék, kérd meg a nagytesót vagy anyát, apát, hogy segítsenek elkészíteni hozzá a táblát. Lehet úgy is játszani, hogy nem csak a formákat mondjátok, hanem a színeket is. Tehát például a legfelső sorban, az egyes sorban azt mondod, kék szív, citromsárga négyzet, zöld téglalap, és így tovább. A zálog kiváltásához pedig mindenféle mókás feladatot kitalálhattok. Jó szórakozást kívánok a játékhoz, és tarts velem legközelebb is! Szia! Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni! Sziasztok!